Vasárnaptól ég az első gyertya az adventi koszorúkon, ami azt jelenti, rohamosan közeleg a karácsony. A készülődés már javában tart, azonban ez nem mindenki számára örömteli. Az ünnepi hangulatot sok esetben a stressz váltja fel, amelyet a készülődés okoz, illetve az, hogy az emberek érzik, nem tudnak megfelelni a velük szemben elvárt követelményeknek. Talán annyira kezdünk ráhangolódni erre a maximalizmusra, ami minden szinten elvárás ma már egy embertől, hogy mi magunk is ezt már beépítjük saját magunk számára, és magunktól várjuk azt el, hogy tökéletes legyen az ünnep. Mert a karácsonynak, ahogyan például egy esküvőnek is, tökéletesnek kell lennie. Azt gondoljuk tévesen, hogy csak akkor lesz jó, és akkor teszünk jót mindenkinek, hogyha minden tökéletesen sikerül. A karácsonynak nem tökéletesnek kellene lennie, hanem ideálisnak, hangoztatják a pszichológusok. Ez pedig mindenki számára más jelent. Azonban nem csak a készülődés és a tökéletességre való törekvés miatt lehet valaki ilyenkor stresszes vagy akár depressziós. A magány vagy a hiányérzet sokkal nagyobb problémát jelenthet. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ünnep nem mindenkinek öröm és boldogság. Vannak olyanok, akik éppen a közelmúltban vagy ebben az évben veszítettek el valakit, és ez az első olyan ünnep, amit a szeretett személy nélkül töltenek. Vannak olyanok, akik eleve egyedül élnek, magányosak, vagy tartósan betegek, fokozottan oda kell figyelni ebben az időszakban ezekre az emberekre, hiszen az ünnep felerősíti ezeket a hiányérzeteket, ezeket a negatív érzéseket, és bizony sokszor tragédia lehet ennek a vége. Ezt azonban megelőzheti a lelki segélyszolgálat segítsége. Nyíregyházán a lelki telefonszolgálat ünnepnapokon, valamint szombaton és vasárnap 18 és 23 óra között fogadja a hívásokat a 0680 204 519-as telefonszámon. A budapesti életlelki elsősegély telefonszolgálat viszont éjjel-nappal elérhető a 0680 505 525-ös telefonszámon.